Dadam, 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 dadam. Még nem. Na hát akkor, szép testvérem. Azt a kurva életbe. Jézusom! Ki ez a... hogy mondják azt? Knight Rider-t akartam mondani, de kurván nem az. Jó világ! Ez komoly? Hát szobd már le a faszomat, remélem belemész abba a buziba. Hogy a rohadás egye meg a nyakad. Te gyász. Hogy nekem jött a büdös köcsög? Na, a következő delikvens megérkezett. Tiszteletem. Tisztelet, bocsánat, csak itt beszélgettem. Ja, semmi baj, semmi baj, ne vicceljen. Merre megyünk, jó uram? Kijelölöm itt a GPS-ét. Oké, és nyugodtan, nyugodtan. Dashboard-a. Oda az autókereskedéshez. Oké, és oké, és új autóvásárlás? Már vásároltam, csak ott van a régi. Ja, értem, értem, értem. És így most más így nem tud elvinni, ugye a barátok közül azt gondoltam, hogy ha már itt a taxi, akkor ezért tökéletesen. Úgyne, persze, legjobb lehetőség, kérem, legjobb lehetőség. Aztán milyen autót vásárolgatott? Vettem, nem tudom, hogy már látott te ilyet, biztos, hogy látott, de nem tudom, hogy esetleg ismeri-e a magasított ramot, tudod? Persze, persze, tudja. tudom. Nagy kedvencem. Vettem egy olyat. Az mi pénzbe megy az? Ez bitcoinos autó. Tudom, tudom, de hogy azon belül menjük. Ja, 12.650. Szexes, nagyon ilyen, szexes. Mint ez a hófehér, csak hát aha. Ugye pirosba. Na, hát akkor... Mondjon egy számot. Uram, 15 dólár és 678-as. Rendben. Ó, itt, ahogy látom, telefonszámban működnek már a dolgok. Hoppá, hát akkor várjon egy pillanatot, mert aztán az még olyan friss, mint a kacsa picsája. Azt mondja, hogy... Annál jobb nincs. Hú, na várjon, mert itten izé, be van ám nyomva itt a streamer mód a telefonomon, szóval mondhatom? Hogyan van a zárójelet, azt mondani kell? Vagy hogy működik ez? Én szerintem igen. Aha, jó, hát akkor szóljon, ha mondtam. Szerintem úgy a teljes. Igen, igen, úgy akkor a teljes. Akkor zárójel 907. Mondja újra. Zárójel ugye nyitva, 907, zárójel bizarr. Igen. 147. Igen. Kötőjel 2, 109. Hogy mi? Új, itt még sose utaltam itt az új iPhone-on. Én se, azért eléggé friss nekem még. Nekem is fura. Ó, na várj, én szerintem nincs itt a közebb egy ATM, mert én a pénzt inkább levenném, az egyszerű. Mindjárt. És akkor azt is kifizetem. Persze, persze. Mert azt hiszem itt az a legközelebbi. Ott van egyébként, hogyha beírta a telefonszámot, ott van jobb felül egy Next gomb, és akkor ott kell tovább ficcenteni, és ott lehet beírni. Ah, értem. És mióta van a városban, mit még hát ezen kívül mit kell tevékenykedik? Másfél éve? Talán. Lassan kettő, ugye. Én is kiszállok, beteszem a pénzecskémet. Hát akkor mindjárt be is tudja rakni. Jó van. Akkor megvárom. Akkor egy dugod egy 20 dollárt. Rendben. Durna csoda, jöttök a töki, mert... Nikolának, így az bocsánat, meg jaj, semmi baj, semmi baj. Csak itt rángások. Mekkora pofont kaptam, geci? A visszakézből, hallod? Hát én bemegyek, nekem nagyon béna a kezem. Ja jó, okés. Mekkora pofont leosztott a pali? Imádom. Az ott az, de jó. Új üzenet, taxit. Az igen, apukám. Adom is. Spasíba, uram, spasíba. Értettem, mit mondott, csak nem tudok válaszolni erre oroszul, az a probléma. Nincs az a semmi mondom, baj. Nincs az hát a semmi egy kis borra való. Vissza tudna dobni persze, a... Persze, mindenféleképpen. Ja. Azért mondtam 20-ast, mert akkor úgy benne van az is, hogy vissza... Húha, az a... van ott varázslás, azt látom. Teljesen szabályosan megfordulunk itt.
Hát ezt nem is láttam. Espasiba, remélem, hogy nem rendőr volt. Nem. Nem. Jól van, oké. Közel sem. Nem szeretem őket. Nem szeretgeti, hát meg tudom érteni. Na jól van, uram, további ilyen szép marad. Napot. Nincs mit kérem, szép napok. Szép napot. Viszlát. Viszlát. De kibaszódunk, így né. Megnézzük, hogy... Nem tudom így megnyitni. Szolgáltatások. Messages. Valami kell érte menni. Taxit. Megyünk is. Egy mérföldre van. Úgyhogy nem tudom kinyomni a telefont. Így né. Ha viccelsz, tele leszünk, bazd meg. Tele leszünk. Only taxi lesz. Semmi más, csak taxi. Gyakorlatilag. Csak taxival fogunk operálni. Annyi pénzem lesz. Hallod? Fővásárolom a várost. Gyakorlatilag. Mindenki ilyen jattokkal fog jönni. És én már boldog leszek. Tiszteletem. Megvárjuk. Szép napot. Üdvözletem, gondolom maga hívta a taxit. Igen, igen, én hívtam, kijelöltem. Persze, nyugodtan, várom. Kijelöltem. Oké, és indulgatunk. Jó, kim volt itt a város szélén. Á, igen, a kincsemet kerestem, de azt nem találtam meg. Hú, ez problémás, a kincskeresés. Azzal mindig lehet izé szívni azért, azt megmondom. Ja. Vannak forrok? Hát elmegy igazándiból most így, mit tudom én, harmadik, negyedik utasom ma. Aztán fél órájácska kezdtem. Értem. Jól van. 25 dollárt szeretnék. Rendben, utalném. Oké, és annyi, hogy az új rendszer alapján már izé van, telefonszám alapján. Igen, az a hülyeség, nem tudom. Szóljon, hogyha mondhatom. Mondhatja. Az árójelben 907. Igen. 147. Igen. Kötőjel 209-es. Várjál, bocsánat, nem maradtam. 907, 140. 7. Igen. És 209. Rendben. Pillanat. Nem nagyon hiszem, hogy ő fogja tolni mondjuk. Lehet előítéletes vagyok, de talán, talán még nem. Mondjuk azt, hogy így a tapasztalat alapján így a fiatalabbak annyira nem szoktak jattolgatni. De hát a fasz ugye lehet, hogy rám basz egy 500-ast, érted? Gyere, add nekem töki. Kérlek, csak egy kicsit megbűnök a balon. Nyugodtan, nyugodtan, varázsoljon csak. Mennyire nem vagyok nyugodt. Csináld már! Adjál pészt! Meg! Meg tudod csinálni, én tudom. Hajrá, baby! Menni fog ez, én tudom. Én tudom, hogy menni fog. Én bízok benned, meg tudod csinálni. És akkor mennyi lesz? 25-ös. Rendben. Spasíbe, köszönöm szépen. Köszönöm. Viszlát. Szép napok, viszlát. Viszlát. Na, akkor. Ha csak nem jön hívás, addig amíg visszaérünk a taxitársasághoz, akkor ez így ennyi. Megjött a pénz, van segély. Viccesz, bolondozol? Hát miről beszélgetünk? Hű, bazd meg! Az apád faszát! A rózsaszín szaroddal. Hopp-hopp, rendébe rül. Azt a kurva! Nem laggol az úr. Ne aggódjál, nem laggol az úr. Miért repült? Los Pachuco dolgok igazándiból. Ez akár egy NDD stream is lehetne. Ott is biztos ilyen Los Pachuco. Nem, várja, mert az NDD az izé jamaikai. Ott nem a Los Pachuco megy. Mindegy. Aki érti, érti. Na visszabaszódunk. Szépen okosan, ügyesen, szentimentálisan.
A taxitársaságra. Sics. Súcs. Túl is mentünk. Megfordulunk. Teljesen szabályosan, természetesen ismét. Elmegyünk kincset keresni. Enged már, hogy leadjam. Na. Miből élünk? Lássuk, lássuk, hogy miből élünk. Caio Perico. Ó, Istenem. Világ fasza mellett kettővel. Ráadásul a Mustanggal nem is tudok menni. De mindenféleképpen az izével kell. A jippel. Jó, hát nem baj. De megállunk. Nagyon szomorúljuk ezt a baseball labdát. Baseball labda? Elnézést. Szóval ezt a baseball ütőt nem lehet fölvenni. Jó, megnézzük még ezt a kincset. Na. És érkeztünk Caio Pericóra. Senkinek sem meglepő módon természetesen sötétben fogunk kincset keresni most is. Mert miért ne? Ráadásul ez sokkal nehezebb, mint az eddigi Caio Pericós dolgok, amiket láttam. Tehát, hogy ilyen doboz gyakorlatilag bárhol lehet. De tényleg. Úgyhogy lehet, hogy el is kezdtem a dolgokat itt. Hopp. Azt hiszem, itt nem megyünk át. Merre megyünk. Hú, ez se lesz könnyű. Igen, az a baj, hogy elindulsz Kájóra és azt gondolod, hogy áh! Ez a kincs simán meg lesz. Mennyire nem lesz meg simán? Mert ugye nyilván hát... Nem, ez se az. Bassza meg. Pedig elhittem. Szóval, hogy azt hinnéd, hogy meg lesz simán, de... Annyiféle helyen lehet ez is. Most ez... gyűlölek. Ki kéne még... Nem megyek még ki. Még itt belül körbenézek kicsit, hát ha... Biztos, hogy ilyen útszéli dolog lesz. Mert... Habár... Hát a fasz tudja. Ráj, robbazd meg, hát... Csak az éme segítséget kérek, még nem azt jelenti, hogy feladtam. Lehet követni, srácok. Szép napot. Tiszteletem. Szálljon be. Ma mehetünk is. Na zsamó. Azt mondja, hogy zsamó. Zsaljál, fiam. Szóval magának ilyen gyűjteménye van? Nem, csak majd egyszer már azt megtaláltam. Várjon, mindjárt megnézem, hogy ez hol van. Biztos nincs gyűjteménye. Csak meg kéne jelölnem, csak nem tudom még bejelölni. Várjon egy pillanatot. Biztos most nincs sikerült. Neki. Biztos nincs neki. Hol? Jó van ám. Persze.
Hát hol találtam volna én azt meg? Jól el van dugva, bassza meg a PUTV. Hát el. Sajnos. Ez életben nem gondoltam volna, hogy az ott lesz. Vagy itt nem lehet, hogy ez is esetleg? Nyert, ez nem az, ez biztos nem az. Nem, aha. Jó, akkor szerintem ott lesz. És akkor itt kéne bemenni, vagy ez hogy oldotta meg? Hát itt valahol bemegyünk. Csak már azt ott ez jelölte a folyónak a túloldalára. Folyónak a túloldalára? Ha? Valahol itt lesz. Annyit vágok. Hát bátya, ennyit ahol én is. Ahol ekörnyékén. Jajaj. Ennyit én is vágok, hogy valahol itt. Ott lenne a túloldalon, az ott. Hát mindjárt megnézem. Szerintem igen, ha megnézni. Megnézem, persze. Oké. Sutty! Úgy is van. Júszunk, azt már megyünk is. Hát ezt hol találja ezt meg? Ó, hagyjál már. De ez is bazd meg, tényleg ott van. Egy infralámpa. Már megérte! Már megérte! Megvan. Na. Azt nem mondom, hogy megérte, de megvan. Na jó, hát akkor köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy segítettem. Szép napokat. Szép napot. Viszlatba. Viszlát. Ó, Istenem. Elmegyünk, szereltetünk egyet. Na most én megnézem. De nagyon szomorú leszek, hogyha van offroados most meg. Nincs hála a jó égnek. Légy szíves, Nyíki. Léci. Mi van? Hát geci, hagyjába. Neki mentem a bójának. A bójának mentem neki, és leugrott 70% alá. Vagy 80% alá. Ez mi a fasz volt? Istenem, geci, komolyan mondom, hihetetlen. Ilyen a világon nincsen konkrétan. Ezt még túl is megyek. Ó, Istenem. Halló, halló. Tiszteletem. Szerelés lesz. Da, egy szerelés. Azt a büdös, de jól néz ki ez a kocsi, basszus. Hát, hogyha le van mosva, szebb egyébként, de igen, egyébként egybe van. Mit szólna egy mosáshoz is akkor már egyben? Elfogadom, ha benne van az arba. Prémium, ugye nekem is van egy ilyen, mondjuk én igaz leszettem róla az összes ajtót kívülről. Da, így van. Szóval, ja. Szóval ez 225 dollár lesz. Hú, kisba. Nevet szeret. Nikola Volosatyi. Adjak egy személyt? Jó lesz, meg. 11.500. Tessék parancsolni. Dír, így is van. Adj neki, bazd meg. Passz rá egy zsibbasztót a köcsögre. Nagyon jó, megjött a számla. Ugyanott vagyunk anyagilag, ahol elkezdtük a videót, de nem baj. Hát, az nem nyitott ki, töki. Hát, ez most ennyi lesz, így ennyi. Hát, ez csak ennyi, így van. Jó az, de ez a csörlő itt nagyon komoly az elején, azt kell. Nagyon szexis, azt még mondom. Nagyon szexi. Akkor itt feltárom egy kicsit a motort, illetve a műtő az előrébb állapotban van.
Fűtővíztartály rendben van. Ez is jó. Aha. Benézek akkor ide a motor alá. Szíjak azok rendben, nincsenek elkapva, úgy látom. Motor az jó állapotban van. Nem látok sehova se égést. Kábelek rendben vannak. Na, nincs is semmi baj az autóval. Úgy látom, itt a vízpumpa az megadta magát. Hát, ja. Kicsit túlmelegedés észlelhető volt. Jó, akkor ezt most ki fogom itt cserélni. Amúgy jót megy ez a kocsi most, én itt így azt figyeltem meg, hogy... Úgyhogy elég fasza. Elég fasza. Mert nekem is mondom, van egy ilyenem, és amúgy jót voltam ma vele horgászni, és amúgy elég jót van. Hogyne, én horgászgatni szoktam vinni én is. Ezt nagyon szeretem, csak kicsi a csomagtartó, ez az igazság. Hát kicsi. A 70 kiló kevéske így van, de hát most mit lehet nagyon tenni? Elmentem vele horgászni, basszus, azt alig horgáztam valamit, betelt. Hát ilyen kellemes, mit tudom én, 50 gilisztával még el lehet vele horgászgatni, de azon fölül már nem. Ilyen, mit tudom én, órás horgászol. Én mondjuk 60-at horgáztam. Aha. Úgy csináltam, hogy kimaxoltam, tehát rossz halakat azokat dobtam vissza, forgattam be. Vissza is raktam mindent, itt akkor a motorburkát, azt is visszarakom a helyére szépen. Királyságra kicsit megtakarítom, megtisztítom. Volt már azért offroadon, úgy látom. Hát, ki is van vezetve a izéje. Most voltam Ginkájó pedig van. Így van vezetve rendesen. Úgyne, az kell, az muszáj, az vízbe muszáj. Vízbe is szokott ez meg, gondolom. Így van, így van. Hát erős tubozás, de igen, azért a nagyobb pocsajákat bevallalom. Úgy kell, nem kell itt félni. Na majd most milyen szép fénye lesz, majd nézze meg. Hoho. Na nézzük. Mattabb ez az ajtó egyébként. Vagy mégse. De szép. Egybe van. Á, nagyon faszán néz ki. Ez a mentolos szín belül, vagy nem tudom, hogy mondjam. Á, olyasmi, valami cián vagy olyasmi. A faszom se tudja, de így van, egybe van. Nem is merek hozzányúlni, mert úgyis $5000 darabonként, úgyhogy mondtam, hogy ez így kellemes nekem. Jó, ez így. Egyszer megcsináltam olyanra, ami erre kell, aztán onnantól kezdve nem baszoktatom. Jó van. Miska, na jó van, minden jó. Köszönöm szépen, hello. Szép napokat, viszlatba. Na, letesszük a gépjárművet, okosan, ügyesen, szentimentálisan a helyére, ahogy illendő. És hol van itt a publiknak a része? Tehát, hogy ezt hova kell lerakni? Ezt találja ki a faszom, mi? Tisztelet, elnézést! Jó, rendben. Bocsánat, tudnád nekem segíteni? Hova kell lerakni az autót? Itt hát eláll a Lada, és itt ott tudod lerakni. Ide, itt a Lada helyén. Jó, okésba. Spasiba. Á, nagyon jó, köszöngetem. Szívesen. Na, srácok, hát voltak dolgok ma is, az fix info. Így egyedül is sikerült valamit varázsolni. Igazándiból nem volt túl izgalmas, de legalább valamennyire megindulunk a pénzszerzés útján így egyedül is. Úgyhogy legyetek jók és szobatiszták, aztán sziasztok! I'm gonna go get some more.